A Dombovári Művelődési Központ Pince Színházát jazzdalamokkal töltötte meg Tóth Viktor szaxofonművész. A jazz 100 évéről fogok mesélni. Egy YouTube diszkó, egy rendhagyó kis dolog, mert hogy egy csomó felvételt le fogok játszani. És abban próbálok segíteni a közönségnek, hogy többet értsenek ezekből a dolgokból. Pici részletekre hívom fel a figyelmet, a mindenféle hátterét elmondom, be is mutatom, lelassítom, fölgyorsítom. Az a helyzet, hogy azért csinálom pont ezt a kis laikusokat beavató kis dolgot, mert hogy azért nem szeretik az emberek a jazzt, akik nem szeretik, mert azt gondolják, hogy ez valami se dallam, se ritmus, se harmónia, úristen, mi fog itt történni. Azért, mert buták vagyunk hozzá. Ugyanis a jazz ez egy nagyon magas kimunkált, magas művészeti forma. Ez olyan, mint hogyha a klasszikus zenét sem, ugye sokan nem szeretik. Most a bécsi Staatsopera világ egyik legkomolyabb operaháza. Most hiába veszek 300-400 euróért egy jegyet az operába, hogyha nem olvastam semmit az operáról, nem tudok semmit a történetről, nem tudom a librettóról, a zeneszerzőről, és a 300-400 eurós jegyemmel gyakorlatilag unatkozni fogok, sikítanak a színpadon, ezt fogom hallani. Pedig nem így van, csak tudatlan vagyok. És ez semmi baj nincs ezzel, most én abban próbálok kezet nyújtani, hogy egy kicsit ott a kis játékszabályokra, szabályszerűségekre, a jazz üzenetére, meg ilyesmire hívom fel a figyelmet. A magyar jazz élet egyik legsokoldalúbb figurája, a jazz 100 évéről mesélt élőzenével, audio és videó részletek bemutatásával, illetve azok magyarázatával. A zenész rajong ezért a műfajért. A szerelem a legfontosabb mozgatórugó az én zenélésemben. Én nem a jazzbe vagyok szerelmes, én a zenébe vagyok szerelmes, meg a szaxofonba lettem szerelmes, és azóta is megyek, mint a golyó, és próbálok egyre több lenni, és egyre jobban kinyitni ezt a részt, hogy egyre szebb fény mehessen az emberek felé. Ez az előadás, ez körülbelül szerintem a 60. lesz ebből a könnyen értető jazz címéből, és majdnem mindegyik után ilyen nagyon nagy reveláció volt, és jöttek az emberek, hogy fú, hát figyelj, ezt nem tudtam, hát de ezt miért nem mondták eddig, hogy ez ilyen, meg hogy én hazamegyek, az összes lemezemet újra hallgatom, mert most egy másik nézőpontot kaptam. Úgyhogy remélem, hogy itt Dombóváron is az emberek majd így megtérnek a jazz felé. Azt tartják, hogy a jazz az egyik legnehezebben játszható zene, de ez adja vissza leginkább az egyén személyes érzelmeit a nyugati zene történetében. A nagy ikonok közül Viktornak is vannak példaképei. A memóriám az ilyen fotószerű, tehát most, amikor ezt kérdezted, akkor így olyan 240 arc ugrott be, de azért mégis talán a jazzben a legfontosabb mester számomra, John Coltrane, aki 60-as évek nagyon fontos személyisége volt, nem csak azért, mert egy mesteri hangszeres volt, hanem mert a jazzt a spiritualitás felé, a lelki aspektus felé vonta, ami nekem is nagyon-nagyon fontos, és hát gyakorlatilag a hangszeren keresztül egy imádságról volt szó. Viktor többszörösen az év jazzzenésze díja kitüntetett magyar altszaxofonos, zeneszerző, zenekarvezető. A mai magyar jazz fiatal generációjának ismert alakja. Zenéjére a stílusokon átívelő, improvizáció központú, spirituális töltésű előadásmód jellemző, és hogy eddigi pályafutása alatt mire a legbüszkébb? Díjak azok jönnek, tapsok jönnek, új lemezek jönnek, elismerések jönnek, nem ezért csináljuk. Ezek jól eső dolgok, tényleg megtisztelőek, de ez egy hosszú út, amit egy jazzzenész bejár. Én most 30 éve foglalkozom ezzel a fémdarabbal, amit szaxofonnak hívnak, és az én tervem az, hogy a határtalanhoz közelíteni tudjak. Szóval ezek a díjak jó dolgok, de ha nem kaptam volna díjat, akkor is egész nap gyakorolnék. A hangszereknél is úgy van, mint a boroknál, hogy vannak olyan évjáratok, amelyek különösen áldottak. Ez egy, hogyha mondjuk autó lenne, az egy Ferrari lenne, hogyha bor lenne, akkor egy bordói nagy bor lenne, és ez pedig egy Zelmer szaxofon, 60-as években gyártották, és egy nagyon különleges mesterhangszer, mert ott valami olyan együttállás volt a gyártás kapcsán, ami megáldott ezt a hangszert. Az est folyamán kommentárok segítségével egyfajta kulcsot adott a hallgatók kezébe Viktor a jazz megértéséhez, a zene mélyebb felfogásához és élvezetéhez.